Dicsőség az Istennek! Amen. Kedves testvérek! Hát szívemben van az, hogy evangelizáljak is felétek, illetve üzenet is van a szívemben, amit szeretnék átadni. Nagyon megragadott, akit most láttam először, azt hiszem Stefán testvér volt az, aki itt előlát és beszélt, a buzdított, bátorított az Isten igéjéből. És hát folytatni szeretném, mert az Úr ezt adta a szívemre. Ezt az üzenetet. És tudjuk azt, hogy az Úr kijelenti az ő akaratát, megerősíti azért, mert mi szolgái vagyunk. Nem rejti el az ő titkait az ő szolgái elől. És szeret bennünket. Az 1 Péter 2.9-ben azt olvassuk. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak a dolgait, aki kihívott benneteket az ő világosságára, a sötétségből. Kedves testvérek, jutott már az eszetekbe, hogy hova tartoztok? Forgott már az így az elménkbe, a szívünkben, hogy mi egyáltalán hova is tartozunk? Képzeljétek el, hogy nagyon sok nemzet van a Földön. Romák, magyarok, románok, mindenféle nemzet. Nagyon sok nemzet van. És tudjátok, hogy nagyon hálás vagyok amúgy azért, mert én románok születtem. Én hálás vagyok azért, hogy én cigány vagyok, Magyarországon élek, de tudjátok, erre már én nem vagyok már büszke. De viszont egy dologra büszke vagyok. Hogy én választott nemzet vagyok. Hogy én engem Isten megtalált. Egy dologra büszke vagyok. Hogy az én identitásom az, hogy mennyei állampolgár vagyok. Ti hogy vagytok ezzel, testvérek? Mi a ti identitásotok? Hova tartoztok egyáltalán? Mit éreztek? Mi van a ti szívetekbe? És tudjátok, nagyon sok nemzet van a Földön. És büszkékedhetnénk azzal, hogy nekünk milyen a kultúránk, milyen a mi hagyományunk. De ezzel én nem tudok büszkékedni. Egy dologgal tudok, hogy Krisztushoz tartozom. Egy dologgal tudok, hogy mennyei állampolgár vagyok. Újjá születtem Krisztus által, a Szent Szellem által, az ő igéje által. És ez az én identitásom. És amikor megkérdezik tőled, hogy hova tartozol, nagyon fontos, hogy te a szívedben. Krisztushoz tartozom. Krisztushoz tartozom. Ő megváltott engem. Ő szabadított meg engem. Tudjátok, kihozott Isten bennünket a sötétségből az ő világosságára, hogy hirdessük annak dolgait, aki megszabadított bennünket. Mivel tudjuk hirdetni az ő dolgait? Az én életemen keresztül. Azt mondja Pál apostol, hogy mi levelek vagyunk. Olyan levelek, amiket a pogányok olvasnak, az életünkön keresztül is meggyógyulhatnak a betegek. Én abban hiszek, hogy az én életem, ami kijött a sötétségből a világosságra, tükrözi Krisztust. Ez az, ami gyógyításhoz a földre. Ez az, ami igazán változáshoz a földre. És igen, kell, hogy a menny királysága
lejöjjön a földre, és ami állampolgárságunk Krisztusi legyen, mennyei legyen, ez legyen a mi identitásunk. És szeretném folytatni. Nagyon fontos, hogy az identitásunk mellett egy egészséges prioritás legyen a mi életünkben, mégpedig az, hogy mi élvez a mi életünkben, az értékrendünkben a legelső, legfontosabb helyet. Mert az életünk során nagyon sok döntést hozunk, testvérek. Így van? Nagyon sok döntést kell, hogy hozzunk. Mi alapján jön az Isten áldás az életünkre? A mi döntéseink alapján. Így van? Amen. A mi döntéseink alapján jön az Isten áldása, vagy pedig nem leszünk áldottak, mert rossz döntéseket hozunk. Mi a mi prioritásunk? Mi az, ami elsődlegességet élvez a mi életünkbe? A legfontosabb, kiemelkedő jelentőséggel bír. Kedves testvérek, Jézus nagyon sokszor beszélt erről a földi élete során. Képzeljétek el, hogy amikor beállt az ő szolgálatába 3,5 éven keresztül, szinte ma csak ezekről a dolgokról beszélt. Hogy mi legyen a legfontosabb nekünk, hívő embereknek. És nagyon sokan megértették, nagyon sokan nem. Egy igét szeretnék. A Máté 7:21. Azt mondja, nem mindenki, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem csak, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan lesznek majd a napon, amikor azt mondják, Uram, nem a te nevedben profétáltam? Nem a te nevedben űztem ördögöket? Nem a te nevedben cselekedtem hatalmas dolgokat? És akkor azt mondja az Úr, majd vallást teszek én is róluk, hogy távozzatok tőlem, mert nem ismerlek benneteket. És itt van a kulcs. Itt van a kulcs, drága testvéreim. Azt mondta Sztefán, hogy nem elég az, hogy megkeresztelkedünk, nem elég az, hogy hívő emberekké válunk. Isten azt akarja, hogy személyes kapcsolatban legyen az emberrel. Személyes kapcsolatot akar az Úr. Amikor azt mondja, hogy aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az a legfontosabb. Ördögöket űzünk a földön, prédikálunk, sok hatalmas dolgokat cselekedünk, dicsőítésbe szolgálunk, meg sok nagy dolgot cselekedünk itt a földön. De azt mondja az Úr, azokra, akik nem az én jelenlétemet keresik, akik nem a személyes kapcsolatot keresik, csupán földi szolgálatot akarnak, pozíciót, látványos dolgokat. Azt mondja az Úr, hogy nem ez a legfontosabb, sőt, azon a napon azt mondom majd nekik, távozzatok tőlem, mert nem ismerlek benneteket. Mi az Atya akarata? Hogy hívővé váljak? Azt mondom, hogy igen. Isten akarja, hogy hívővé váljál. De ez legyen a mi prioritásunk. Ez legyen a legfontosabb helyen, a legkiemelkedőbb helyen az életünkben. Távol legyen. Nem ez a cél. Nem az a véglet. Azt akarja az Isten, hogy megkeresztelkedjen víz által? Igen, akarja. De nem akarja az, hogy ez legyen a legkiemelkedőbb helyen az életedben, hogy már elérted. És utána pedig szépen leülsz, és várod a vasárnapi alkalmat, hogy mikor kell menni gyülekezetbe. Ne ez legyen a legfontosabb. Hogy betöltekezzem Szent Szellemmel egyszer csak egy istendi szeretlen? Isten akarja, hogy töltekezzél be Szent Szellemmel. De nem csak annyit akar, hogy egyszer betöltekezzél. Akarja, hogy folyamatos kapcsolatban legyél vele. Hogy prédikáljál az ő nevében? Igen, akarja az Úr, hogy prédikálj az ő nevében. De akarja, hogy folyamatos személyes kapcsolatban maradj vele. Akarja, hogy nyelveken szóljál? Amen, igen, akarja. De ne ezek a dolgok legyenek a legkiemelkedőbb helyen az életünkben. Ne ez legyen a mi prioritásunk. Akarja, hogy ördögöket űzzünk? Igen. Akarja, hogy sok hatalmas dolgot cselekedjünk az ő nevében? Igen. De ne ez legyen a mi prioritásunk. A mi prioritásunk az kell, hogy legyen, amit az Atya akar, hogy te a földön személyes kapcsolatban legyél Jézussal. Élni Jézusban. Élni Jézusban. Ez legyen
A legkiemelkedőbb helyen az életedbe. Amikor elérjük azt, hogy szolgálunk a gyülekezetben, már nagyon sokszor a tűz lecsökken az életünkbe. Mert már elértük azt, hogy szolgálunk. És sokszor már nem keressük az Istent. Ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor talán igazat adhattok nekem abba, hogy nagyon sokszor elérünk valamit, amit célnak kitűzünk, és utána pedig a tűz lejjebb csökken az életünkbe. Mert már nem keressük úgy az Urat. És fontos az, hogy én prédikáljak, fontos az, hogy én dicsőítsek, stb. Stb. De igazán belsődleges, személyes kapcsolatom már nincs az Úrral. Mondom azt, hogy külsődleg hívő vagyok, de belül pedig üres vagyok. Nincs bennem Jézus. Nem keresem az Urat. És ami a legfontosabb, amikor azt mondta az Úr, hogy távozzatok, nem ismerlek benneteket, tudjátok, hogy kit lehet ismerni, kiről mondhatom azt, hogy én ismerem, akivel napi kapcsolatban vagyok, akivel sok időt töltök, aki elmondja nekem az ő problémáját, bajait, én pedig hallgatom, és megismerem az ő egész életét. Mondhatom azt, hogy én ismerem, de azzal, akit csak néha látok, arról nem mondhatom azt, hogy ismerem. Mindegy, hogy már 20 évvel ezelőtt találkoztunk, és aztán majd újra találkozunk pár év múlva, azt nem mondhatom, hogy én ismerem. Látásból igen, de amúgy nem ismerem. És itt van a kulcs. Jézus akarja, hogy napi személyes kapcsolatban legyünk vele. Élni Jézusban, és megosztani azt másokkal. Megosztani ezt az életet. Megosztani ezt a személyes kapcsolatot. Ezt akarja az Isten. És mondok egy pár példát arra, hogy miért fontos ez. Ott van Márta és Mária példája. Ismeritek ezt a történetet a Bibliából? Márta és Mária. Ki ismeri? Emelj fel az ő kezét. Dicsőség az Úrnak, akkor nem fogok újat mondani. Amikor ott van Jézus ebben a házban, Márta szorgoskodik, készül, mosogat, főz, takarít, stb. Stb. Mária ott ül Jézus lábainál. És egyszer csak megelégeli Márta, hogy ez az asszony, Mária, az ő testvére, nem megy neki segíteni. Szinte, mintha azt mondta volna Jézus, miért nem hagyod már abba ezt a prédikációt? Miért nem engeded, hogy segítsen nekem az én nővérem? És akkor azt mondta neki Jézus, Márta, te szorgos vagy. Igen, becsülöm is ezt. Örülök neki. De tudod, hogy van ennél fontosabb is? Értékrend. Prioritás. Tudod, hogy van ennél fontosabb? Mária jobb részt választotta, amely nem vétetik el tőle. Mi a jobb részt? Jézussal személyes kapcsolatban lenni. Nem a szolgálat, ami a legfontosabb kell legyen az életünkben, hanem a személyes kapcsolat. A személyes kapcsolat. Az élő ige. Isten szava. Közelségbe kerülni az Úrral. Hallgatni őt. Hallgatni őt is, és közelségbe kerülni vele. Mondok még, testvérek, erre példákat, hogy megértsük. Jézus, amikor kiküldte az ő tanítványait kettesével, azt mondta, menjetek, és gyógyítsatok, szabadítsátok meg a foglyokat, a betegeket, támasztatok halottat, stb. Visszajöttek a tanítványok, leül Jézussal a tanítványság, a 12 tanítvány, és elkezdte neki mondani, Jézusnak elkezdték mondani, Mester, képzeld el, hogy még az ördögök is engednek nekünk, gyógyulnak az emberek, stb. Stb. Jézus nem sokkal később egy csodálatos választ adott. Jó, örülök neki, de annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennybe. Halleluja! Annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennybe. Egy értékrendet képvisel az Úr. Szeretné, hogy az életünkben is ez legyen. Tudjátok, ha nincs egy egészséges értékrend az életünkben, egy egészséges prioritás, akkor nem fogunk tudni egészségesen növekedni,
akkor nem lesz áldás az életünkön. A döntés, amit ti hoztatok ma, ez egy Istentől való döntés. De kell, hogy ne ez legyen a véglet, hogy már elértük, már megkeresztelkedtünk, hívőkké váltunk. Ez csak a kezdet. Mi a cél? A további személyes kapcsolat. És tudjátok, azt mondja az ige, hogy keresétek először az Isten országát és az ő igazságát, és a többi mind megadatik nektek. Mind meg fog nektek adatni. Keresni az ő jelenlétét. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és mondja a másik parancsolat, szeresd a te felebarátodat, mint önmagadat. Testvérek, az 1 János 4.20 azt mondja, hogyan tudnám azt szeretni, akit nem látok? Hogyan tudnám azt szeretni, akit nem látok? Akit látok, meg nem szeretem. Azt mondjuk, hú, de szeretem az Istent. Nagyon szeretem az Istent. És amikor van egy kicsi kis konfliktus helyzet néha atyafiakkal, akkor már képesek vagyunk sokszor rosszat mondani róla, azt mondom, én nem szeretem ezt a testvért. Én nekem nem testvérem, mert megbántott engem. Sorolhatnám még. Hogyan tudom azt mondani, hogy Istent szeretem, ha az embertársamat, akit látok, azt pedig nem szeretem. Itt is közbelép az, hogy mi a te prioritásod, mi a te értékrended. Ha te Istent szereted, azt mondja az ige, szeresd fele barátodat. Akit látsz, mutasd meg azon, hogy te mennyire szereted az Istent. Könnyű azt mondani, akit nem látok, hogy szeretem, akit látok pedig nem. Úgy viselkedek vele. Nem tudok megbocsájtani. Nem tisztelem. Stb. Stb. Itt is megjelenik a prioritás. Itt is megjelenik az, hogy mi van az életedben a legkiemelkedőbb helyen. Hogy Istennek akarsz-e tetszeni. Vagy pedig embereknek akarsz tetszeni. A nagy parancsolat óriási jelentőséggel bír. Van egy másik történet. Jézus beszél arról, amikor imádkozol. Eszedbe jut az, hogy valaki fenntartással van feléd. Azt mondja, készültél egy ajándékkal, hagyd ott az oltáron. Figyeljetek, hagyd ott az oltáron. Tudod, hogy valakinek panasza van ellened. Tudod, hogy valaki fenntartással van feléd. Hagyd ott az oltáron az ajándékod, és menj el, először békülj meg vele, és aztán menj vissza. És imádkozz tovább. Mi az, ami kiemelkedőbb jelentőséggel bír az életedbe? Testvérek, én nagyon sok olyan esetet láttam már, amit a szolgálatom során helyre kellett rakni saját magamba, de nagyon sok testvérben is, szeretet által. Hogy azt mondtuk, hogy szeressük egymást. Azt mondtuk, hogy szeressük az Isten, de mikor gyakorlatban fenntartásaink vannak. És amikor azt mondom, hogy én az Istent szeretem, embertársaimat pedig nem, az hazugság. Az nem igaz valóság. Nem mondhatom azt, hogy szeretem az Istent, ha embertársaimat pedig nem szeretem. Azt mondja, hagyd ott az oltáron az ajándékod, menj el, és békülj meg a te atyád fiával. Itt is megjelenik az, hogy mi a legfontosabb Jézus számára. Mi a legfontosabb Isten számára? Az, hogy én mutassam gyülekezetbe sokszor, hogy hú, de nagyon jól tudok imádkozni. Ahogy de erősen tudok imádkozni. Közben tudom, hogy fenntartások vannak velem szemben. Hagyd abba. Hagyd abba az oltáron, hagyd ott az oltáron az ajándékot, és menj el is békülj meg a atyád fiával. Mert ez sokkal fontosabb annál, hogy te imádkozol. Lehet, hogy furcsát mondok, de ez van megírva. Fontossági sorrend. A Szent Szellemre nagyon nagy szükségünk van. Tudjátok, amikor valaki szolgál és megfárad, muszáj a Szent Szellemmel újra betöltekezni, újra megújulni az a Szent Szellem által, és megyünk tovább és szolgálunk az Úrnak. De itt is van egy értékrend. Mi a fontosabb? A szolgálat? Vagy pedig a személyes kapcsolat. Szolgálat vagy személyes kapcsolat?
Ördögöket üzök, evangélizálok, dicsőítek, stb. Stb. De lehet, hogy nem ismer az Úr. Lehet, hogy azt mondja, hogy én nem ismerlek. De vajon miért mondja ezt? Mert nem vagy vele személyes kapcsolatban. Jézus, amikor a földön járt, nem az volt a célja, hogy zsinagógákat hozzon létre. Jézusnak nem az volt a célja, hogy majd bemenjen a házakban, és akkor ott legyen egy nagy hatalmas nagy építmény, és elkezdje majd a tekercseket kinyitni, és azt mondja, olvassátok föl a Tórát, meg a tekercseket, és akkor elköszön, és azt mondja, jó, majd jövő héten, vagy egy hónap múlva újra elmegyek, és felolvasom a tekercseket. Jézusnak nem az volt a célja az ő földi szolgálata során, hanem mi volt a célja? Az ő életén láttuk, hogy ott akart lenni, ahol szükség volt az Istennek az igéjére. Ott akart lenni, ahol szükség van az evangéliumra. Te hogyan éled az életed? Mi az életed legfontosabb része? Mi az, amit te elsődlegesen a kiemelkedőbb helyen tartasz a te keresztény életedbe? Akarsz egy héten egyszer jönni gyülekezetbe? Akarod-e azt, hogy itt elgyere és minden héten majd palipászol prédikál, vagy akármelyik, mindenki más? És akkor várod a másik hetet? Ne ez legyen a mi prioritásunk. Ne ez legyen a legfontosabb az életünkbe, a kiemelkedőbb helyen. Hanem az legyen, hogy szolgálj a te életeddel, Jézus Krisztussal, aki ott van a te életedben, feltöltekezve a Szent Szellem által, és legyél ott, ahol szükség van rád. Legyél ott, ahol szükség van rád, testvérem. Jézus ezt akarta. Nem azt akarja, hogy zsinagógákat hozzunk létre. Nem annyit akar, hogy olvassuk föl az igéket, és majd legközelebb újra majd találkozunk. Ha Jézus benned él, és bennem él, át kell adni az embereknek. Meg kell osztani az emberekkel. És tudjátok, ez a legkönnyebb, hogy ide eljövünk. De azt akarja, hogy legyünk ott a mindennapokban az emberek életében az Úr. Azt akarja, hogy szolgáljunk feléjük. És ezt akarja az Úr, hogy működjön. Kedves testvérek, nagyon rövidre zártam. Azt gondoltam, hogy rövidre zárom a szolgálatomat. De ami az üzenetem az, hogy a mi döntéseink azok, amik áldást hozhatnak az életünkre, vagy pedig sokkal rosszabb helyzetbe kerülhetünk. És hogyha van egy egészséges prioritásunk, egy egészséges értékrendünk az ige által, akkor mindig áldásokba fogunk élni. A mi döntéseink mindig az ige által fognak megtörténni. De ha nem, akkor ellenkező esetben nagyon sokat veszíthetünk. Azt mondta Józsi az elején a bizonságában, hogy de sajnálja, hogy nem hamarabb tért meg. Miért nem tért meg hamarabb? Mert nem alakult ki nála az az értékrend, hogy valahol keresse az Urat, mert fontosabb az Isten annál, mint amit a Földön lát. Tudjátok, amikor az Úr pedig megtalálta őt, és megtalált benneteket, megtalált bennünket, akkor innentől kezdve nincs más, ő neki kell lenni az első helyen. Ő neki kell lenni az első helyen az életünkben. És az első helyen lévő valaki, aki ott van az életünkben, annak kell, hogy irányítson bennünket. Hát kívánom nektek az drága ma megkeresztelkedő testvéreim, hogy a végcélotok nehez legyen. Legyen az, hogy Uram, én csak veled akarok élni. Akarok veled lenni. Akarlak megismerni. Személyes kapcsolatba kerülni veled. És tudjátok, mi fog veletek történni? Isten úgy fog benneteket használni, hogy ti sem fogjátok elhinni, hogy egyetlen egy bizonság tételekre esetleg sokan meggyógyulhatnak. Megszabadulhatnak. Mert az van az első helyen az életetekben, hogy Krisztus bennetek maradjon, ti pedig ő benne maradtok. Adja az Úr, hogy így legyen. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
lobogóra kattintva iratkozzon fel YouTube csatornánkra, hogy időben értesülhessen frissülő tartalmainkról.